Miközben lélegzett visszafolytva várunk arra, hogy ne érkezzenek rossz hírek az Orlandói buborékból, beszélgessünk most egy kicsit a következő évek meghatározó játékosairól. És azon belül is arról a különleges egy szeméről, akit úgy hívunk majd, hogy az NBA arca. Nem a legjobb játékos, nem a legsikeresebb játékos, hanem az NBA arca. Sziasztok, én Baska vagyok, és amióta az eszemet tudom, ezt a szerepet szerintem két játékos tudta tökéletesen betölteni, Michael Jordan és LeBron James, miközben persze nem mehetünk el szó nélkül olyan trónkövetelők mellett, mint Kobe Bryant vagy Steph Curry, akik ilyen olyanokok miatt szerintem nem töltötték be ezt a szerepet teljesen. A liga jelenlegi arcát LeBron James sokan próbálták direkt és indirekt módon letaszigálni a trónról, játékosok, szurkolók és a sajtó egyaránt. Kudarcot vallottak, James pedigréje gyakorlatilag makulátlan, ami annak fényében, hogy nagyjából nagy csoportos kora óta a reflektorfényben áll, hihetetlen és példátlan. Oké, okay, a 10 éves születésnapját ünneplő Decision az végül elég szarul sült el, miközben a kezdeményezés az formabontó volt, de hát a senki nem gondolta, hogy James a 10 méteres ugrótoronyból ugyazik majd bele a Cleveland medencéjébe. A Hills megalakulása utáni arcoskodás, meg, meg ígérgetés is eléggé cringe így visszatekintve, hiszen a beígért bajnoki címekből végül csak kettő jött össze. Vannak még apró csintevések, meg gyökörségek, mint mondjuk Dörk kicsúfolása a 2011-es döntőben, és biztos majd nektek is beugrik ez meg az, de akinek 17 év után csak ennyi rovó meg intő van az ellenőrzőjében, az előtt le a kalappal. Amivel kicsit nehezebb volt és nehezebb lesz majd elszámolnia, az a kínai nyomásgyakorlás hatására kifejtett véleménye, ami landó született videó itt a csatornán is, és ahol az üzletember lépett elő és szorította háttérbe a társadalmilag érzékeny james -t. De ez a videó nem róla szól, annál is inkább, mert jelenleg számomra nem megkérdőjelezhető, hogy még mindig ő az NBA arca. Na de mi lesz akkor, ha leköszön, kilép a helyébe, és milyen kritériumoknak kell majd megfelelnie, aki erre a posztra pályázik? 1. Legyen a nagyon szűk kerítben, a liga legjobb, de mondjuk legfeljebb top 5 játékosa lehet szerintem csak a liga arca. 2. Az egyéni képességeket és statisztikákat azokat tudja alátámasztani egy vagy több bajnoki címmel. Úgy tűnik, hogy az NBA-ben könnyebb dinasztiákat alapítani, mint amennyire az NFL-ben vagy az NHL-ben. Emiatt Jordan kétszeres triplázása, meg James zsinórban lejátszott nyolc döntője a mérce annak, aki be akar kerülni ebbe a klubba, aki be akarja tölteni ezt a pozíciót. Három: legyen intelligens, legyen okos, legyen karizmatikus, legyen véleménye, és ezt akarja és tudja elmondani nem csak akkor, amikor kérdezik, hanem proaktívan a saját közösségi csatornáin is. Ez, egy számot mutattam, ez sok dolog egyben, de, de tényleg ez, az, ez a vezér, ez a szókimondó vezér, aki tud és szívesen foglalkozik a nézőivel, a rajongóival, meg egyáltalán a világgal. És végül, de nem utolsó sorban, már azért lassan az is alapfeltétel, hogy a véleményét azt nem csak a játékkal kapcsolatban fejti ki, hanem társadalmi kérdésekben is. Beszélnünk kell még egy dologról, senkit nem akarok a kora miatt diszkriminálni, de mivel azt gondolom, hogy Jamesből van még néhány évünk, amíg ő lesz a Liga arca, ahhoz, hogy valaki LeBron James után A. a Liga top játékosa legyen, B. a bajnoki címet, címeket ostromolja, most jó eséllyel 30 év alattinak kell még lennie, mert egyszerűen túl öreg lesz majd akkor, amikor a király végül lefalcol. Szóval nézzük meg a lehetséges esélyeseket és a mellettük vagy éppen ellenük szóló érveket. A liga jelenlegi elitjéből ki kellett zárnom néhány játékost, vagy a kora, gondolok itt mondjuk Steph Curry-re, vagy a megosztó szerepe, gondolok itt mondjuk James Hardenre, Kevin durant vagy éppen Kyrie irving -re. Végül a csapata hát relatív gyengesége miatt, gondolok itt például Damien Lillardra, aki hiába top játékos, nem valószínű, hogy, hogy a Portland trailblazers el valaha majd döntőért fog játszani. Nem számoltam most a tehetséges Bostoni trióval sem, mert ők egyenőre még azt akarják eldönteni, ha egyáltalán akarják, hogy ki legyen a Celtics arca, hogy az egész ligái. És nem biztos, hogy ezt ők el akarják dönteni, viszont ha így lesz, akkor arra sem lesz esélyük, hogy a liga arcává váljanak. Így végül öt játékosra szűkítettem le a lehetséges jelöltek listáját, de ha kimaradt valaki, akkor azt érveréssel kiegészítve, ez nagyon fontos, várom majd a, a komment szekcióban. Úgy fogunk haladni, hogy majd azzal fogom kezdeni, akinek szerintem a legkevesebb esélye van ebből az öt játékosból arra, hogy a liga arca legyen, és majd végül azzal fogom zárni, akinek szerintem a legtöbb. Kawai Leonard! a nehezét már megcsinálta. A rosszabb napjain is a liga top 3 játékosa, de ihletett testéken nincs, aki hozzá lenne fogható. Ráadásul van két gyűrűje, ami igazolja, hogy ezeket az egyéni képességeket képes a csapata javára fordítani. Biztos okos faszi, viszont nulla a karizmája. És e, nem érdekli ráadásul a népszerűség, zavarja a nyilvánosság, és szerintem nem, hogy a, a közösségi felületeket nem használja, okos telefonja sincsen, csak szerintem ilyen flip nyomógombos. Így viszont e, hát esélytelen az, hogy a liga arcaként tekintsünk rá, ezt viszont mondjuk szerintem ő egyáltalán nem bánja. A következő a sorban Luka Doncic. Abba, amit csinál, szerintem nagyon könnyű másodpercek alatt beleszeretni. Elképesztő a lábmunkája, ami stepback triplákat, meg akrobatikus befejezéseket eredményez a gyűrű környékén. Ráadásul rengeteg olyan optikai tuning van a játékában, ami felnagyítja, amit csinál. Egyrészt fehér. Ennek ellenére simán ottoztatja annál a magasabb és atletikusabb feketéket. Másrészt ehhez képest nem is annyira magas, ugye 6 láb 7 éppen, hogy csak két méter fölött van. Harmadrészt van ez a kis széria felszereltség babahája, és ezzel igen igazi every joe tűnik a, a, sok szanaszét szákásított izomkolosszus között. És negyedrészt, hogy a, hogy a kolléganőmet idézzem, olyan cuki. Nála a kérdés nem csak az, hogy a Dallas vezéreként feljüt-e majd a következő években a csúcsra, hanem az is, hogy idővel le tudja, vagy le akarja e betkőzni ezt a, ezt a bolondos, és szerintem imádnivaló uh, körris vájbot, ami jelenleg uh, körbelengi, és elbírja el majd, és akarja el majd azt a terhet és felelősséget, ami a liga arcához tartozó vállakat nyomja. Mert ráadásul beszélnünk kell arról is, hogy. Uh, és az is lehet, hogy jobban kell, meg többet kell beszélnünk erről, mint bármikor, hogy egyáltalán érdemeseket csölnie lehet-e a liga arca egy, 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 fehér játékos? Ráadásul egy fehér európai játékos. Én azt gondolom, hogy a mostani légkörben ez szinte esélytelen, de ne vegyük el ezt a lehetőséget Luka elől. A harmadik a sorban nálam, nem teltek róla, Joel Embiid, de lehet, hogy ezt már csak én akarom igazából, és, és az utolsó erőmmel a kiszáradás előtt még üldözök egy délibábot, Ebben a fasziban szerintem minden megvan ahhoz, hogy legenda legyen, csak képtelen arra, hogy a testét, a szívét és az eszét folyamatosan csapatsorban tartsa. Papíron szerintem ő a liga egyik legjobb játékosa, a Sixers meg az egyik legjobb csapata. A parkettán meg, meg, tudjátok, hogy, hogy mi történik. A személyisége, a humora és a szókimondása alapján szerintem kiváló jelölt lenne a liga arca, az NBA arca címre, kellene viszont egy-két jó tanácsadó mellé, aki, aki segítenének eldönteni azt, hogy mikor érdemes csendben maradni, mikor nem kell feltétlenül, kíméletlenül őszintének lenni, elhallgatni egy-két dolgot, és mikor tanácsos bolondozás helyett inkább komolyra fordítani a szót. Én is látom, hogy nagyon sok a ha, de még nem vagyok hajlandó elengedni Joel Embiid-et, mert az esélyei szerintem még így is jobbak, mint akár Lenördé, akár Lukadon Rosszabbak viszont a, a hozzá hasonlóan longsátnak tűnő, hogy szép magyar kifejezést használjak, nála mégis a második helyre kerülő Zion Williamsonnál. Alig láttuk még játszani, rengeteg a kérdés, de, de egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy olyan meteorként csapódott be ő tavaly az NBA-be, mint amit utoljára 2003-ban LeBron évfolyamában láttunk ezek a groteszk fizikai paraméterek nála és ugyanolyan befolyásoló tényezők, és erősítik a, a, wow faktort, mint, mint Doncsicsnál. Williamsonban találkozik Jordan magassága, meg sek fizikuma és játékstílusa, tehát egyelőre leginkább Trey Young védekezése. A lista eddig megismert tagjaiban az a közös, hogy az általam önkényesen felállított kritériumrendszerből legalább egy tételt már kipipálhattak. Zajon még sehol nincs, még egy tételt sem pipált ki, de egy hatalmas beteljesítésre váró ígéret. Az első szezonja az minimum felemás, de, de aki ennyi idő után hajlandó lemondani róla, az szerintem legalább akkora bolondi, mint aki mondjuk most már adósságokba veri magát és felteszi a házat arra, hogy megvegye a kosaras kártyáit. Kinek van akkor a legnagyobb esélye? Hát persze, hogy Yannis Antetokumbónak bőven 30 alatt van, hamarosan kétszeres MVP lesz, a csapata a bajnoki címért küzd. Elképesztő sztorival, háttérsztorival érkezik a ligába, emiatt rengeteg különböző múltú hátterű ember tud majd kapcsolódni hozzá. Minden bevándorló, függetlenül attól, hogy honnan érkezett és hol él jelenleg. Minden nehéz sorban élő, vagy onnan származó, akinek hitet ad Jannis Antarokumbo története mindenki, akin átnéztek, akit kinevettek, mint ahogy Jánisz Szántadokumbót a draft előtt például, minden nigériai, vagyis minden afrikai, minden görög, vagyis minden európai, és, és minden fekete, így vagy úgy, de, de kötődni tud Jánisz Antetokumbóhoz. És nem mintha ez olyan marha nehéz lenne, mert Antetokumbó szerény és tisztelettudó, de asszertív. Most már ez látszik rajta, hogy ha arról van szó, akkor simán beleáll a konfliktusokba. Az elmúlt hetekben ráadásul az utcákon is igazolta, hogy a társadalmi kérdések sem hagyják őt hidegen, ott volt Nilvókiban a Floyd tüntetéseken ordibátorral a kezében. Már csak egy bajnoki cím és egy új szerződés áll az útjában, hogy a liga arca legyen, na meg persze egy ideig még Lebron. És ha már új szerződés, Yannis Imigének szempontjából szerintem nagyon fontos lesz az, hogy hová és milyen körülmények között igazol-e, vagy éppen marad-e milwaukee Szerintem a népszerűsége szempontjából a maradás lenne a jó döntés. Valahogy a nép egyszerű gyermeke nem szereti azt, hogyha a hős elvagyja a kisvárost a csillogásért. Közülük kerül majd ki a liga a következő arca. Te kire tippelnél? Kihagytam valakit a listából, aki szerinted majd befuthat, hogy esetleg egy olyan játékosról van szó, akit még nem is ismerünk, mert a gimnáziumi padokat koptatja? Vagy az is lehet, hogy felesleges a felhajtás, mert, mert a 2020-as években, ahol egyre inkább minden a sokszínűségről és a sokszínűség elfogadásáról szól, már nincs is szükség arcokra. Ez lesz az első olyan év, 1080-as évek óta, amikor amikor nem lesz majd olyan NBA játékos, akit a, a Fényutcai piacon vásároló budai kis nyugdíjas is ismer? Hogy látjátok ezt a kérdést? Nagyon kíváncsi vagyok. Szerintetek ki ma az NBA, az NFL, az NHL, vagy éppen a, a Premier Liga, a La Liga, vagy a vagy A, a arca? Van-e szükség még ilyen igazadási pontokra, vagy, vagy eljárt felettük az idő? Írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek a kérdéskörről. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, és csatlakozz azokhoz, akik Patreonon is támogatják a munkámat. Három csomag közül választhatsz, és nem csak egy nappal korábban jutsz hozzá minden videómhoz, de például bekerülhetsz a videó producerei közé is, ahogy ezt megtette Enger, Wrangler, Babos Máté, Bajcár Tofi, Balás Péter, Balikó Attila, Braun Viktor, Burza Krisz, Csalogány Balázs, Dagobert Bácsi, Dályász, Dénes Viktor, Implom, Somak, Kopcsák, Viktor, Kovács Dávid, Kristóf Péter, Kundávid, Lakatos Tajti, György Mátégeri, Német Albert, Pál Bence, Sári Roland, Simon Péter, Szabó Sándor, Takács Dániel, Törögválint, Ulicska Milán, Varga Máté, Vécsei Gábor, Vendégráján és Vida Péter. Köszönöm az executive producerek támogatását is, legendásak vagytok, és ne felejtsétek, hogy elvileg már csak néhány hét, és újraindul az NBA, szorítsunk együtt, hogy a buborék kitartson, és ne pukkadjon ki idő előtt, mert narha nagy flash élő sportot nézni, mint például ma délután már másodszor a szezon során Forma 1-et. Köszönöm a figyelmet, én Baska voltam, sziasztok!